A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma és diákjai Orosházán léptek fel a Radnóti Miklós életét bemutató Egy szerelem három éjszakája című művel. A művelődési házban május 12-én 7 hónap munkáját láthatták városunk diákjai. Ez annak idején, a 60-as évek elején ez volt az első magyar musical, Hubai Ránki Vas, tehát Ránki György volt a zeneszerzője, és hát a betét, versbetétek, amiket mi itt prózában mondtunk el, azok valójában zeneként hangzottak el. Te mondtad, hogy olyan lakást szeretnél, ahol senki sem szól. Még gondolod, hogy ez ilyen? Kezdj csokolom! Maga hol jött be? Hát, én ott a személyzeti lépcső. Magácska is itt lakik, vagy csak fürdeni jó haj. Hát, hogy is ne? Az igazgató úréknak küldik ezt a virágot. Te vagy az igazgató? Ki van fizetve? Igenis. Hát akkor én. A fellépők között két orosházi színész csemete is szerepelt. Ez a darab, úgymond az ő szerelmüknek a tragédiája. Az, hogy egy ilyen hatalmas művészt vesztett el az egyetemes művészet. Az igazi tragédia ez, és itt most nem külön sors tragédiákra akartunk rá fókuszálni. A diákok amellett, hogy a színészmesterséget tanulták, Radnóti Miklós életét is közelebbről megismerhették. Radnótit még csak az általános iskolában tanultuk, és nyilván így ehhez, hogy meg tudjuk úgymond formálni ezeket a szerepeket, nagyon sokat kellett róla olvasnunk, meg tanultunk, és amiket elmondott róla a tanár úr, és nagyon, tehát nagyon, nagyon jó volt. Látja, megmondtam én, hogy ne nyomozzon. Nem kellett volna eljönnünk. Nem kellett volna eljönnünk. Én megmondtam, hogy ne jöjjünk el. Maga azt mondta Lala, hogy zalavárjékhoz ne jöjjünk, de ezek nem zalavárjék. Legyen logikus. Én legyek logikus? Maga legyen logikus. Reggel 6-kor kelek. Minden nap 3 tárgyalás. Ha déli szél fúj, megfájdul a fejem, és utálom Zala. Kimondhatja nyugodtan, ahol Picasso van a falra írva. Ott zalavárjék biztos. A fiatalok számára ez nem egy tanuló darab volt, hanem egy komoly kihívás. A költő és Fanni szerelme egy nagyon bonyolult dolog, teli érzelmekkel, nagyon, nagyon különböző érzésvilágokkal, és az igazán gyönyörű, és ami igazán nehéz volt ebben, az volt, hogy ezeket megtaláljuk saját magunkban a próbák folyamán. Kit kereste? A költőnejét! Pontosabban az özvegyét. Akit mi hazánk koszorús dalnokaként tisztelünk. Mi van vele? A férjemmel? Hát... megkrepált. Kaput. Aus. Vagy hogy is mondja. Nem igaz! Pedig mi láttuk, amikor felbukott a hóba. Nem igaz! Aztán talált és ment tovább! Azt mi nem láttuk. Bár láttuk volna. Nem igaz! Valaki más láttak, aki talán csak ugyan felbukott a hóban, maguk nem is ismerték, rossz színre jöttek! Olyan nincs, hogy a hóval valaki felálljon! Nem csak az előadók számára nyújtott hasznos információkat ez a tragédia. Ez speciál olyan előadás, ami ugye hát Radnótinak az életét dolgozza fel. Iskoláknak mindenképpen egy jó kiegészítő anyag, hiszen olyasmiket tudhatnak meg a költőről, amit hát a tananyagként egyszerű, száraz. Jaj, már meg Radnót, igen. Ezt már azért egy kicsit közelebb tudja talán vinni hozzájuk. Az etiket. Mire tanít az etiket? Hát arra, hogy úri társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezik az etike, hogy hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az eme. Ó, etike! Igyekeztünk emberileg közelebb kerülni egymáshoz, hogy hitelesek tudjunk lenni, hogy hiteles érzéseket generáljon bennünk ez az egész, és ezért szeretjük ezt csinálni, hogy ilyen mélységekben ismerhetjük meg nem csak saját magunkat, hanem saját magunkon keresztül ezeket a szereplőket is. Emlékszel még a napsugára? Átfutott az ingeden. A homályos szűk szobában állva.
feltűnökött a szerelem. Egy percre besütött a nap. Nézz vissza. Ott a pillanat.